Trianon óta az ország és a haza a magyarság számára nem jelent egyet. De a haza ma is ott van, ahol Arany János nyelvén e szavak egyet jelentenek. Édesanyám, édes hazám. Szülőanyám, szülőhazám. És határait a Szent László legendák középkori festett falképei rajzolják körül. A Munkácsy díjas szobrászművész ezzel egészítette ki az általa készített szobor mondani valóját. Ő így tiszteleg egykori miniszterelnökünk előtt. A Cégény Dányádi szoboravatáson az országgyűlés elnöke is részt vett, aki kiemelte, a több mint 100 évvel ezelőtt vívott harcok ma is aktuálisak. Ugyanilyen létharc készül, vagy ugyanilyen létharcban vagyunk már európai nemzetek, még hogyha ezt a létharcot nem is ágyukkal, nem is szuronyokkal vívják, hanem a szellem, az ideológia, a tömegtájékoztatás fegyvereivel, mint amilyen 100 évvel ezelőtt döntötte romba Európát és tette tönkre Magyarországot. Ha nem akarjuk, hogy a történelmet még egyszer át kell élnünk, akkor jó, hogyha tanulunk belőle, próbáljuk meg. Eddig nem sikerült, de talán a jövőben sikerülni fog. Kövér László hozzátette, a modern magyar politika történet első tudatos és módszeres karaktergyilkosságának Tisza István lett az áldozata. Mindez azért, mert kemény politikus volt és határozottan védte az álláspontját. Ez pedig példaértékű kell, hogy legyen a mai fiatalok számára is. Nagyon fontosak számunkra a következő generáció, és nagyon nem mindegy, hogy milyen nevelést kapnak, nagyon nem mindegy, hogy a parlamentben milyen viselkedési kultúrát látnak. Én erre helyeztem a hangsúlyt, 1940 majdnem hasonló állapotok voltak a magyar parlamentben, mint most. A majdnem az azt jelenti, hogy most rosszabb. És nem mindegy, hogy mit látnak a fiatalok. Ahogy korábban Bocskai István, második Rákóczi Ferenc vagy Kossuth Lajos, úgy Tisza István is hűséges volt a nemzet iránt. Ezért sokan a nemzeti hűség államférfiaként is emlegetik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye beleértve a határon túli területeket is, nagyon sok fontos személyt adott ennek a hazának, adott költőket, írókat, művészeket, de közéleti embereket is adott. És nyilvánvalóan, hogyha megye határain is túlnyúlunk, akkor minden olyan rendezvény fontos, minden rendezvénynek fontos üzenete van, ami valahogy a múlt számára állít emléket. A szobor felállítását a Szatmári Szőke Szamos Egyesület kezdeményezte. A szervezet hosszú évek óta dolgozik azért, hogy Cégény Dányád fejlődjön és szépüljön. Ennek egyik mérföldköve volt a gróf Tisza Istvánnak állított szobor avatása.